Nem érdekel az, hogyha egy téma népszerűtlen. De az YouTube algoritmusa minket nem fog befolyásolni. Úgyhogy ennek megfelelően a mai téma az arany. Kezdünk. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára. Pénz beszél podcast, Kis Balázs, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. A mai téma aranyat ér. Bár állítólag azt úgy tartja a mondás, hogy a, 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 hallgat, a hallgatás arany, a beszéd ezüst, nem így van? Én még nem hallottam. A hallgatás lehet, arany, a beszéd ezüst, tehát amit most a nézők, hallgatók csinálnak, az a magasabb rendű, amit most mi fogunk, az a kisebb rendű dolog, úgyhogy Attila, akkor kezdj is a gondolat. Azért beszélünk ma az aranyról, mert hogyha visszanéztük az elmúlt adásokat, az elmúlt három évnek az adásait, akkor rendre azt lehetett látni, hogy azt hiszem háromszor beszéltünk az aranyról, és mindig ezek voltak a legnépszerűbb, lelebb adások. Történt ez egyébként annak ellenére, hogy közben ebben az időszakban az aranyára ára az lekörözte az SZNP 500-at, és úgy általában, amikor tartott ez az inflációs válság, akkor is sokkal jobb eredményeket ért el, mint a kötvénypiac, mint a részvénypiac, de valahogy, amikor mindig ez is szóba került, akár beszéltünk az adásban, nem hozott semmiféle nézettséget, akár bedobtunk egy kérdést a, a közvéleménykutatásoknak a során, akkor is szinte alig jelölte be valaki, hogy érdekli őt az arany. Úgyhogy most veszük a bátorságot arra, és újból előveszük az aranyat, de most már úgy, hogy mögöttünk van egy elég jó kis track record, most már el tudjuk mondani, hogy azért is tudunk erről beszélni, mert hogy egyébként ez egy fantasztikus, ragyogó eredményt elérő eszköz, és nézzük meg azt, hogy vajon milyen jövője van ezután, illetve azt, hogy még ezek után is vajon érdemes -e foglalkozni vele. Bazsi, vezess elő a beszédelet. <laughs> Nincs semmi konkrét kérdés, csak arany. Beszéljünk akkor az aranyról. Egyébként tényleg idén legjobban teljesítő eszközosztályok közül a a bitcoin volt az első egyébként, és a második az arany, és utána jönnek a, a részvények. Úgyhogy tényleg egy nagyon izgalmas dolog az, hogy alapból, amire szerintem az ember, hogyha meghallja egy az aranyat befetetési témakörben, egyből arra gondol, hogy ez egy menekülő eszköz, és hogy az általában akkor teljesít jól, amikor éppen minden a, a béka feneke alatt van, és, és, és válság van, és mindenki pánikol. Ehhez képest pedig most ugye ott tartunk, hogy hogy amit így a, a, az etalonnak, vagy az origónak szokott nézni az ember, az amerikai gazdaság, az szinte egy ilyen tündérmesébe élő helyzetben van, hogy egyre inkább szélesedik ki a bika piac a tősdéken, tehát egyre több szektor zárkózik föl a, 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 tech szektor mellé, ami hát nyilván az előző év, vége év óta nyár, idén nyárig óriási nagyot ment, és ehhez képest egyébként a gazdaság is tök jó formában van, nyilván a körülményekhez képest, mindenki attól félt, hogy itt a túl hosszú ideig magasan tartott kamatok miatt recesszióba fog fulladni a gazdaság, munkanélküliség, stb. képes képest semmilyen nem látunk most jelenleg Amerikában. Viszont ugye, ami szerintem inkább fontos tényező az az, hogy geopolitikai feszültségek azok vannak a világon egyre több területén. Tehát, hogy itt van az ukrán-orosz válság már 2022 óta, itt van az egyre inkább eszkalálódó Izrael-Irán feszültség, meg elnökválasztás is lesz egyébként, ugye Amerikában ez is lehet egy ilyen plusz eszkalátor, illetve kamat csökkentés is van, vagy annak a kampánya indult be, és ez is egyébként egy ilyen plusz felhajtó erre az aranyárára. Illetve még bocsánat, az jutott eszembe, hogy, hogy ugye Amerika rendben van, de egyébként Kínában továbbra is egyre rosszabb a kilátás itt az ingatlan piacon, most próbálják egy ilyen nagyobb monetáris lazítással feldobni, felrázni a gazdaságot, élénkíteni a keresletet, de ettől függetlenül ugyanúgy még, hát mondhatni, hogy ilyen három éves mélyponton van a, 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 gazdaság, és Európa is egyébként eléggé vergődik, Úgyhogy egyébként reális az, hogy ilyen magasan van az arany. Én szerintem egyébként van itt egy kis félértés nagyon sok esetben, amikor az aranyra gondolunk. Sokan úgy gondolják, hogy ha jön egy válság, és alapvetően egy válság alatt, mint például a Covid alatt, vagy mint itt az inflációs válság alatt, ekkor lő ki az arany, és ekkor tündököl, ekkor érje el a legjobb eredményeket. De hogyha tényszerűen nézzük a történelmi tapasztalatokat, akkor azt lehet látni, hogy amíg tart egy válság, az általában egy pánik hangulat szokott lenni, ott így az észszerűség, a logika az teljesen felmondja a szolgálatot, és onnantól, hogy egy kicsit kezd visszarendeződni a helyzet, kicsit kezdenek észszerűbben dönteni a befektetők, mondhatni, hogy kezdünk kifele jönni egy válságból, akkor kezd el igazán pörögni az aranynak az árfolyama, és ezt megnézhetjük 2000 után, megnézhetjük 2008 után, megnézhetjük 2020 után, és megnézhetjük itt 2021-22 után is mindegyik időszakban, amikor lecsengett egy válság, utána kezdett el így rögtön az arany egészen szépen kilőni, és abban az egyébként meglehetősen rövid és koncentrált időszakban tudott kiemelkedő teljesítményt felmutatni. Úgyhogy szerintem egyébként már ez is adhat egy kis félreértést a sokszor így befektetőknél, akik arra számítanak, hogy itt a válság akkor azonnal kell, amíg esnek az árfolyamok, addig fog emelkedni az arany, ezért nem ennyire fekete-fehér, onnantól, hogy egy kicsit kezd így észszerűbbé válni az árazás, onnantól lehet arra számítani, hogy az arany tényleg egy kiemelkedő eredményt tud elérni, és hát ezt most a melléket ábra is mutatja, hiszen azóta, mióta jövünk kifele itt ebből a 2022-től tartó inflációs sokból, azóta egészen elképesztő emelkedéseket produkált az arany. Ugye, ahogy említetted, most igazából már nem vagyunk benne egy válságban, de mégis folyamatosan történelmi csúcsokat dönt az arany, Igazából ez, ez most ezt a fajta Történelmi tapasztalatot támasztja alá. Számukban, hogy mekkorát emelkedett az aranyára, arról van néhány adatod? Nagyságrendileg fogom mondani, hogyha 2000-es évek után ott az aranynak az ára körülbelül két szorosára emelkedett, majd 2008 után szintén egy hasonló emelkedés történt. Ezek mind ilyen 2-3-4 éves időszakok, tehát viszonylag rövidebb időszakok majd 2020 után ott is egy ilyen több 10%-os növekedés jött, és azt most, hogy 2022 óta mennyi növekedés történt, szerintem itt is most már szerintem 50 százalék, 2022 óta mennyi történt, mert szerintem itt is 50 százalék körül lehetünk. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert hogyha egyébként egy kicsit jobban kitágítjuk az aranynak a grafikonját, akkor talán egyébként arra is választ kapunk, hogy miért ennyire népszerűtlen ez az eszköz. Mert hogyha megnézzük 2011-től mondjuk 2000 Kébé, tehát kellett várni egy évtizedet arra, hogy az folyama pluszba forduljon. Volt egy nagy felfutás, aztán amikor már a részvénypiac nagyon egészséges volt, onnantól beelőzött mindent, és teljesen elvitt a sót. Onnantól nem érdekelt a befektetőket az, hogy van az arany. Kellett várni majdnem egy évtizedet arra, hogy az folyama újból történelmi csúcsra jusson. És hogyha ebbe az időszakban visszanézték a befektetők, hát azt látták, hogy itt telnek, múlnak az évek, már elment a kötvény, elment a részvény, elment az ingatlan, elment a nyersanyag, már minden elment, csak az arany egyedül nem. Ez egy nagyon lesajnált befektetésnek tűnhetett. És hát ez a tendencia az, ami most úgy látszik, hogy megfordult, és innentől egy érezhetően új erőre kapott az arany. És amúgy az aranynál Historikusan megnézve az az érdekes, hogy ilyen elég erős ciklusok vannak, vagy elég erős trendek szoktak lenni. Tehát, hogyha valamikor beindul, akkor az nem egy-két hónapig szokott tartani, hanem általában tényleg évekig. És nagyon és, és nagyon masszív És nagyon masszívan, igen. Ugye most ezeket elmondva, nem tudom nektek mi a következtetés, következtetésetek, de szerintem ugyanúgy a diverzifikáció lényeg ebben is. Tehát, hogyha valaki csak aranyban ült volna, nem tudom, az elmúlt 40 évben, euh, akkor ugyanúgy nem maradhatott volna elég nagy bika piacokra, részvénypiacon, akár kötvényekben is voltak jó időszakok, és itt tovább. Szóval, hogy, hogy szerintem egyébként euh, ez nekem inkább ez szokott így problémát jelenteni befektetői euh, gondolkodásmódban, hogyha valaki így emocionálisan dönt amellett, hogy hát akkor az arany az, az mindig is volt, ezért akkor csak az a jó, és én csak és kizárólag befektetek. Tehát igazából én ezt gondolom, így problémásnak itt az egész kapcsán. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Igazából az lehet a kérdés, hogy milyen szerepe lehet az aranynak egy diverzifikált portfólióban. Szerinted? Hát egy, Egyrészt beszélgetünk itt az adás előtt, én, én megvédem azokat a befektetőket, akik az alapján vásárolnak aranyat, mert, mert tartanak az apokalipszistől, mert van bennük egy olyan félelem, egy egzisztenciális bizonytalanságtól félelem, ennek lehet az az oka, hogy már átéltek egy háborút, lehet az az oka, hogy, hogy a szüleik élték és hogy ez egy mélyebb nyomot hagyott bennük, de azt tény, hogy sokakban van egy, tehát van egy erős egzisztenciális bizonytalanság, egy félelem, aminől pedig azt látják, hogy ez, ez meg egy történelmi tapasztalat, hosszú évszázadokra visszamenőleg, hogy az arany azért mégis egy értéket képviselt. És Hát az a helyzet, hogy ez azért még most is megállja a helyét, annak ellenére, hogy, hogy azért tényleg itt Európában mondjuk azért több mint 70 évig azt hittük, hogy, hogy már itt nem lesz háború, már itt a hosszú békének az időszakában vagyunk, már aranyjal sem kell foglalkozni, mert hogy már egy új időkben élünk, azt neked érül, hogy mégsem ennyire fekete-fehér a helyzet, már mégsem lehet ennyire optimistan hozzáállni. Úgyhogy szerintem, hogyha valakiben van egy, van egy ilyen egy egzisztenciális igény, egy szorongás, akkor, és arra úgy gondolja, hogy az arany egy, egy biztos megoldást adhat, akkor, akkor lelke rajta vegyen nyugodtan aranyat. Az, az, más kérdés, hogy, hogy ez pénzügyi szempontból ez nyilván nem lesz egy... De most még, még, maradjunk itt, hogy, hogy te hogy látod, hogy milyen szenári, milyen forgatókönyv az, amikor Neked nem egy kockázat az, hogy ott van a kezedben 5 gram arany fizikailag, tehát mondjuk most egy háborús példáról mondod, mondod ezt, hogy mondjuk pont itt hogy hogyha valaki egy ukrán, nem tudom, ember mondjuk megvett egy 100 gram aranyat, mielőtt mi kitört a háború, akkor ő mit, mit tudott vele kezdeni így racionálisan? Tehát, hogy oké, okay, abban is kockázat van, hogy otthon tárolja az ember, abban is kockázat van, hogy akkor elindul a határon túlra, és akkor mondjuk egy tömött vonaton nem fogja valaki kirabolni, stb. Tehát ennél... Német, hogy lehet, van, hogy akkor... lehet kevésbé kockázatos az, hogyha mondjuk van egy broker számlája valakinek, vagy egy akár akkor mondjuk tegyük azt egy, egy NATO semleges, egy biztonságosabb országon belül egy letét kezelve, amihez nem tud hozzáférni senki a vonaton, nem tudják kirabolni otthon. És egyébként, hogy a történelmi példa az nekem pont azt mutatja, hogy ha valami háború van, vagy valami nagyobb geopolitikai konfliktus, nyilván bezuhana az részvénypiac, de nem veszíted el az ha mondjuk egy S&P 500 egy átlag részén piacot lefedő befektetési ETF-et, stb., az nem fog nullázódni akkor sem, hogyha valami baj történik. És idővel vissza fog jönni az is. Tehát, hogy, hogy nem látom magam előtt azt, hogy én majd valami háború miatt én reszelnem kéne valahol valakinek az egygramos, nem tudom, aranyludamat. Nem Aha. tudom, ez így érthető volt-e. Érthető, és van is igazából két válaszom rá. Az egyik az az, hogy az arany, az egy pénz, hogy, olyan pénznek érdemes tekinteni, mint a dollárnak vagy az eurónak, és amikor valaki ilyen értelemben fizikai aranyat vásárol, akkor valami hasonlóról dönt, mint hogyha otthon betározna egy köteg dollárból vagy egy köteg euróból. Úgyhogy ilyenkor arról hoz egy döntést, hogy egy, egy nemzetközileg kb. bárhol beváltható pénz nemből félre rak, egy nagy rakással, vagy amennyire van rá lehetősége, és aztán, hogyha el kell hagyni az országot, vagy hogyha valami bizonytalan helyzet alakult ki, esetleg nem tud hozzáférni a számlájához, tényleg olyan szörnyű helyzet alakul ki, hogy el kell hagyni az országot, akkor ez egy olyan kötek pénz, amit zsebre vág, és nyilván vannak ilyen kockázatok, mint az, hogy otthon tartja, akkor is ki lehet, hogy rabolják, de azért mégis egyfajta, egy jelentős vagyontömeget tud magával mozdítani, amit egy másik országban aztán lehet, hogy egy új életkezdésére tud használni. Nyilván ezek nagyon szélsőséges forgatókönyvek, de igazából ez olyan, mint hogyha egy kötek pénzt a zsebedbe vágnál. Hát, Ezt vagy deken... egy lakásárát, mondj, bocs, hogy közbeszólok, Igen. de hogy hogy konkrétan egy maréknyi arany, az képviselhet akár egy budapesti lakás ingatlan értékét, és ugye egy ingatlant meg nem tudsz kivinni a határon, mert nagyon nehéz, meg le van betonozva. Egy, nem tudom, egy arany tömböt pedig, de. Hát nehéz. Jó, de elfogadom, van... elfogadom, csak azt mondom, hogy ugyanúgy ebben is annyi fajta kockázat van, hogy amíg valaki egy ilyen háború helyzetből ezt el, el, tudja hozni egyáltalán egy másik. Értem egyébként, tehát hogy ez, ez teljesen van, hogy ez így elképzelhető, de, de ettől függetlenül akkor, akkor inkább az arányokról beszéljünk, igen. Tehát, hogy, ja, mondtad, hogy... hogy van de van egy másik de van egy másik, ami pedig már sok, sokkal életszerűbb, és ez szerintem jobban össze is fog kapcsolódni már egy befektetői az általános befektetői gondolkodásmóddal, az pedig az, hogy az aranynak az árfolyama, az aranynak így az értékelése az az, az esetek többségében másképpen mozog, mint, mint a legtöbb egyéb befektetési eszköz. Másképpen mozog az aranynak az árfolyama a részvényekhez, a kötvényekhez, az ingatlanhoz, a pénzpiaci eszközökhöz képest, a nyersanyagokhoz, az olajhoz képest, és ez egy jó dolog. Ezt úgy hívják ugye, hogy alacsony a korrelációja, tehát az, az a többi befektetéshez képest eltérően mozog. az az eseteknek jelentős részében így van. És hogyha valaki tényleg diverzifikálásra törekszik, és arra törekszik, hogy csökkentse a kockázatot, akkor ezt úgy tudja leginkább megtenni, hogy olyan eszközöket rak egymás mellé, amiknek alacsony az együttmozgása. Ugye ilyenkor tudja leginkább biztosítani magát arról, hogyha az említett példa szerint itt a le, ne apokalipszis legyen, legyen egy gazdasági válság. Amikor beszakad a részvénypiac 50%-kal, akkor lehet, hogy az aranynak az árfolyama csak 15%-kal fog beszakadni. Lehet, hogy amikor az a részvénypiac még csak mínusz 30 százalékban van, akkor az arany meg már plusz 5 százalékban van. De nyilván ez, ez, ennek vannak olyan időszakok, az időszaknak a többségében van, amikor ez pont fordítva történik. De hogy ugye ez, egy, ez egy más szemlélet, amikor nem azért tartok egy befektetési eszközt, mert hogy van egy jövőképen arról, hogy ez fog 5-10-20-50-100 százalékkal föntebb emelkedni, annak az ára, hanem azért tartok, mert tudom, hogy ez másképpen mozog, mint a többi, és ezek, ezek egy, 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 jó össz, tehát egy jó csomagot tudnak alkotni, jól ki tudják egészíteni egymást. És ez például a Ray Dalio, aki egy nagyon híres befektető, neki van egy ilyen szemléletmódja, mondja portfólió, ő azért mondja, hogy rakjunk bele aranyat, de nem csak aranyat mond, rakjunk bele hosszú távú, kö, rövid távú kötvényeket, amerikai nemzetközi részvényeket, rakjunk bele nyersanyagot, azért, mert ezek mind egy kicsit másképpen működnek, és azért ki tudják egészíteni egymást. Hát ezzel egyetértek. Én itt inkább tényleg arra gondoltam, amikor kritikám volt ezzel kapcsolatban, hogy egy nagyon, tehát inkább úgy gondolom, hogy az indokoltnál sokkal nagyobb mértékű fizikai aranyat tart az ember otthon a kis fiókjában. Én csak azért, mert azt mondta neki valaki, még a nem tudom, nagyapja, hogy akkor vegy, vegyél aranyat, mert az lesz a legtöbb. Én inkább erre gondoltam, a diversifikáció kapcsán egyetértek. Egy jó, diverzifikáló eszköz, de, de azért arra készüljenek fel a, a hallgatók, hogyha mondjuk most vásárolnak aranyat, először, ezután a podcast után, hogy azért ennek is ugyanúgy tud esni az árfolyama, hogyha valamilyen gazdasági válság vagy valamilyen pánik hangulat jön. Főleg amiatt, hogy 2004 óta most már elérhetőek ezek a. ETF formájában megvásárolható arany befektetési értékpapírok, amik hát önképpen úgy működnek, mint egy részvénynél, tehát hogy az ember a telefonjáról már két kattintással tud eladni, megvenni aranyat, és emiatt rengeteg kis befektető is most már a tulajdonosa ennek az arany ETF-nek, és hát tulajdonképpen emiatt van, hogyha pánik hangulat van, akkor ugyanúgy eladják, mint az összes többi, mert csak azt látják, azt olvassák a, a hírekben, hogy akkor itt eladás, eladás, eladás. De itt akkor meg föloldódik az a problémád, amit mondtál, hogy ugye ez milyen kockázatos, hogy a zsebembe viszem a, a, az aranytömböt, itt meg gyakorlatilag egy broker számlán van, nyilván tartva egy árutősdei index, vagy ETF, ami az aranyárával korrelál, és akkor kész vagyunk. Így van, így, van, így van, de hogyha meg valaki fizikai aranyat akar, konkrétan ott ugye meg két út van, hogy akkor vagy őrizteti egy trezorban, ott akkor ugye fizeti érte a kezelési díjat, tárolási, tárolási díjat, díj, biztosítást, a, a, és így tovább, vagy mondjuk hazaszállíthatja. Szóval igazából tényleg sokfajta lehetőség van, mindenben szerintem megint csak az arányok a fontosak, hogy, hogy ne legyen a. Inkább, sőt azt mondom, hogy egy stratégiája legyen az embernek. Gondolja át magában, hogy neki mi a fontos, mik a kockázatok, mik a célok, és azt szerint haladjon. Én igazából mindenfajta mindenfajta befektetési döntést el tudok fogadni, hogyha az tényleg egy... Van mögötte logika. A, igen. igen. És, és, azt nem tudom elfogadni, hogyha ha csak emocionálisan valahogy éppen dönt az ember, és igazából azt se tudja, hogy, hogy, mi ezzel a, a... Mi nem nézett utána egyáltalán, és nem tudja, hogy ez milyen kockázatokkal, meg milyen igen. lehetőségekkel jár most sokak számára szerintem egyébként megint jön egy olyan időszak, amikor az emóciós muníciót azt fogja biztosítani, hogy látják azt, hogy itt az elmúlt két-három évben egy nagyon durva emelkedésen ment keresztül az aranynak az árfolyama. Egyébként valahogy, mintha ezt lehetne látni, ugye van ez a közelmúlt hatás, ugye már beszélgettünk így veled is, Bazi -e pont egy korábbi adásban erről, hogy amikor, amíg ugye azt látták, a befektettük, hogy az aranyára az döglődik, pusztul, tényleg semmi mozgás nincsen benne, addig távolról is kerülték, és most majd, amikor azt látják, hogy már nem egy hónapja, hanem már évek óta emelkedik, nagyon durván az aranynak az árfolyama, most majd, amikor tényleg a csapból is ez fog folyni, na majd most talán elkezdik jobban vásárolni, ez, ez akkor megint hozhat, most nyilván csak, ö, a, a múlt tapasztalataiból beszélek, hozhat egy, ö, egy nagyobb emelkedést, akár valami lufiszerű emelkedést, és aztán, amikor már nagyon magasra emelkedik az árfolyam, valószínűleg akkor fogják majd a legtöbben vásárolni, és és akkor már tényleg érdemes nagyon óvatosan benni. Ebben a szakaszban, vagy ebben a folyamatban hol tartunk most szerinted? Ja, ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye nem egy olyan eszközről beszélünk, mint a részvényeknél, ahol aminek van valami belső teljesítménye, ami, ami, amiben ki lehetne vetíteni így a jövőbeli árfolyamát. Nem, úgy beszél, nem nem, arról beszélünk, mint a kötvényeknél, aminek van egy kamata, és amiből ki lehetne valamit vetíteni a jövőre. Egyébként érdekes, hogy a World Gold van egy kimutatása arról, hogy ők, hogy melyik eszköznek mi határozza meg az értékét, és ők azt mondják, hogy az, aranynak az, az arany értékének az egyik legfontosabb hajtó hajtóereje, az a GDP növekedés, visszanézték 50 évre visszamenőleg, és azt találták, hogy kb. hosszú távon pont párban van a GDP növekedés az arany növekedésével. Ez azt jelenti, hogy valamennyivel egyébként infláció fölött is teljesít az arany hosszú távon. Ez mondjuk egyébként lehet egyfajta ilyen kapaszkodó a másik ilyen kapaszkodó, ez talán a legegyszerűbb módja, ahogy a, tehát ránézzünk a grafikóra, azt látjuk, hogy 2011-ben volt 1900, kb. 1900 dollár az aranynak az árfolyama, most 2700 dollár, emelkedett bő 40 százalékot, mennyi idő alatt? 13 év alatt, tehát az mit jelent? Egy év alatt átlag mondjuk 3 százalékot emelkedett, 3-4 százalékot emelkedett, hát ha azt mondjuk, akkor ez még nagyon csíra, tehát ez, ez még nagyon kevés ha, ha ebből indulunk ki, akkor még azt mondhatjuk, hogy itt, itt, itt még azért nagyon sokáig fölment, 5000-ig, 6000 tényleg. Hát, hogyha azt nézzük, hogy korábban, amikor voltak ilyen nagy trendek, akkor tényleg ilyen duplázások, meg triplázások voltak az előző csúcsokhoz képest, akkor hogyha tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítve gondolkodunk, akkor valami hasonló dolgot tudunk így kivetíteni a jövőre. És mi van a bitcoinnal? Nem, nem, ütselek. Abban nem menjünk bele. Ennyit akartam még elmondani, hogy a, hát az aranynak egyébként az még egy kockázata, egy, egy, egy kritikája, hogy egyébként az nem fizet ö, osztalékot, mint mondjuk egy részvény, az nem tud cashflow-t teremteni a portfólióba, tehát abból csak úgy tudsz egyébként pénzt teremteni, hogyha fölmegy az árfolyama és eladt. eladod. Igen. Ez még egy, például Warren Buffett is konkrétan, többekhez ezért nem szereti az aranyat, vagy ezért nem tart annyi aranyat. Hogy hát a, a Börsi aztán a sajátot nem tudjuk. Igen. De a lényeg az, hogy ami még kockázat hogy a következőkben, az, amit mondtál, hogy akkor egy lufi lesz, és akkor kidúran, vagy, vagy leereszkedik, illetve még az is benne van, rövid távon akár, hogyha ha mondjuk itt valami inflációs félelem miatt akár megáll ez a kamatvágás időszak, és, és nemhogy nem csökkent, hanem akár még emelne a jegybankamatot, kamatot, erre nagyon kis valószínűséget látunk egyébként, de, de benne van. Benne van az is, hogyha tűzszünet lenne a jövő héten uh, Ukrajnában, tűzszünet lenne uh, Izraelben, stb. Ez is egyébként még egy ilyen plusz dolog lenne. ha hát, a világ legbékésebb elnökválasztása lenne, akkor az még egy plusz kockázat lehet az aranynak, hogy hogy uh, akár nem fogják annyian venni. De egyébként ez hülyeség, úgyhogy szágjuk ki. <laughs> azt hiszem egyébként pont ezzel érkezünk vissza így a lényeghez, hogy, hogy az aranyra szerintem nem is érdemes önállóan befektetésként tekinteni. Szerintem az aranyat ne, ne, önállóan próbáljuk meg értékelni, hanem, hanem minden más befektetéssel együtt, és inkább egy portfóliónak a részeként tekintsünk rá mindig, ne úgy tekintsünk rá, mint, hát, mint egy részvényeknél, az azt tudom mondani, hogy itt van mondjuk a Berkshire Hedövé, vagy a Coca-Cola, ez önmagában egy jó cég, ebbe önmagában arra számítok, hogy növekedni fog. Az aranynál inkább arra számítok, hogy ez egy portfóliónak egy része lesz, és hogy van egy csomó dolog, amit, amit így nyilván nem fog tudni előre, hogy mi fog történni a világban, hogy milyen politikai változások történnek, hogy milyen háborúk lesznek, és én ezt beismerem, hogy ez, ez, az, ez az én gyarlóságom, hiányosságom, hogy nem látom a jövőt, és azért veszek aranyat a portfólióba, mert, mert az ilyenfajta kockázatok ellen szeretnék valamilyen formában védekezni egyetértek osan Én is. Ilyen, tudom. hogy ilyen messziről eljutottunk oda, hogy végül egyetértünk, hát ez fantasztikus. Igen, ez volt az esti iradó aranykiadása. Köszönjük szépen Bazsinak ezt a rengeteg hasznos információt. Nem azért jött létre ez az adás, hogy most mindenkit hirtelen arra buzdítsunk, hogy gyorsan aranyat vásároljon a fotelje nyugalmából, sokkal inkább azért, hogy emeljük az aranyjal kapcsolatos tájékozottsági szintet. De hogyha valaki szeretne mégis befektetésként, befektetésként gondolni az aranyra, akkor el tud jönni hozzánk a leírásban található linken keresztül egy konzultációra, ahol az árutősdei indexen keresztül a fizikai aranyig gyakorlatilag bármit meg tud vásárolni a mi segítségünkkel. Ez volt a Pénzbeszél Podcast 148. adása, közeleg a 150. adás, ahol lehet tőlünk kérdezni, az egész adást annak fogjuk szentelni, hogy mi válaszolunk. Nagyon kérjük, hogy olyan kérdés jöjjön, amit meg tudunk érteni. Nem biztos, hogy a kérdező múlik ez, hanem rajtunk is, tehát nagyon fontos, hogy az osztott felelősség van, de a kérdéseket akkor az adás keretében megválaszoljuk, ezeket a kérdéseket fel lehet tenni akár kommentekben, lehet nekünk írni az infokukat ra és hát bármely más platformra, ahol mi ezt látjuk. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra. A viszontlátásra. Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről. Úgy még egy Nvidia részvényel nem láttam, hogy valaki flexelt volna egy étteremben, vagy valami. <laughs> De aranyos, se láttam még senkit. De <laughs> hogy nem. Mondok, az Oroszország vagyok. lett hirtelen ez a podcast? -től. Igen. <laughs> ah, pedig ez jó hát inkább Én ezt értem. nem tudom, már valamibe beleakadok, de volt. jó volt, amit mondtál most jó volt.